A nyár végén szembesültek a hírrel a gyerekek és a szülők, hogy váratlanul megszűnik a gombi kosársuli. Pillanatok alatt közel 100 kosárlabdázó gyerek további pályafutása került veszélybe. A sportcentrum, az NKK és a Nyíkse, valamint a nyíregyházi kosársuli is úgy döntött, bár számukra plusz anyagi terhet jelent a gyerekek átvétele, nem hagyják őket magukra. A 6 korosztályos csapatból 4-et a sportcentrum vett át. Ezek a gyerekek általában edzőkhöz, egyesületekhez kötődnek. Én tudom magamról, 30 éve edzősködöm, hogy mai napig rám köszönnek az utcán idősebb urak, és megfordulok, hogy ki ő, és akkor emlékszem rá, hogy ő kisgyerekként hozzám tartozott. Tehát nagyon-nagyon kötődnek az egyesülethez, edzőkhöz. Nem nagyon van átvándorlás ide-oda egyesületeken belül edzőktől edzőkig, és így meg kellett nagyon nyugtatni őket, hogy nem változik, minden rendben van. Nekünk jelent ez nagy feladatot, hiszen ez egy komoly anyagi forrást kell biztosítanunk ezeknek a csapatoknak a versenyeztetéséhez. A GKS idén 54 millió forint EU-s támogatásra lett volna jogosult, ezt azonban már nem kaphatja meg, mint ahogy azok a szervezetek sem, akik átvették a gyerekeket, így a költségeket maguknak kell kigazdálkodniuk. A megyei szövetség is igyekszik segíteni az utánpótlás együtteseket, többek között számos rendezvény szervezésével. Az elmúlt időszakban nagy sikere volt a Dobda kosárba programnak, mely tovább folytatódik. 12 iskola tartozik ebbe a programba a megyéből, többek között Nyírbogdánytól kezdve egészen Záhonyon át Tiszaasváriig, és 3 nyíregyházi iskola is, úgyhogy őket továbbra is segíti, koordinálja. Ez azt jelenti, hogy első, másodikos, illetve harmadik, negyedik osztályos gyermekekkel foglalkoznak úgy testnevelő tanárok, hogy a kosárlabdát megszerettessék velük, ehhez megfelelő infrastruktúrát kapnak, eszközöket kapnak, és úgymond ilyen sorverseny jelleggel többször játék lehetőséget is. A szövetség vezetése alaposan megváltozott, a korábbi 9 fős elnökség 5 tagúra csökkent. Az utánpótlás referens Ferenci Tamás lesz, míg a távozó főtitkár Salla István helyét immár ügyvezetőként Gergely Csaba veszi át. A jövőben több fejlesztést szeretnének megvalósítani, így elektronikus jegyzőkönyveket vezetnek be, melyhez a szükséges számítógépeket is biztosítják. Folytatódik a játékvezetőképzés, és saját honlapot is szerkesztenek.